Köszöntöm a szeretettel a műhely nézőit és hallgatóit. Abonyban vagyunk, Blaskó Sándorék otthonában, immáron harmadik alkalommal, és egy gyönyörű diófa árnyékában ülünk. Felolvasással kezdeném a mostani alkalmat. Anasztázia sorozatból a hetes könyv, az Élet energiája Vlagyimir Megrétől, és azt a fejezetet olvassuk fel most, amely így szól: vegyétek le a keresztről Jézus Krisztust. Egyébként Anasztázia tanácsa számunkra, hogy amikor olvassuk ezeket a könyveket, akkor a természetben ülve természetes hangok kíséretében olvassuk, mert akkor sokkal erősebb a hatása. Úgyhogy most is mi ezt így tesszük. Három oldalról van szó. Tehát, vegyétek le a keresztről Jézus Krisztust. Kimondom kereken, nem szabad összekeverni Jézus Krisztus tanítását az orosz egyház öregjeinek önfeláldozó tevékenységét az okkult rítusok azon egyvelegével, amelyel manapság találkozunk. A legszebb tanítást is tönkre lehet tenni okkult módszerekkel. Ahogy önöknek is nyilvánvaló, Jézus Krisztusnak semmi köze sincs hozzájuk. Sőt, mi több. Hála az okkultisták törekvéseinek és a mi értetlenségünknek, ő maga máig a kereszten függ. Nem véletlenül szenteltem néhány fejezetet az erőnek, melyel az emberi gondolatok energiája rendelkezik, és melynek segítségével az emberek képeket tudnak alakítani. Ha ezen erő lényege az önök számára világos, akkor mondják meg, kérem, melyik az a legellevenebb kép, mely Jézus Krisztusról saját gondolataikban és a hívők többségének a gondolataiban él? A felmérés eredménye azt mutatja, hogy ez a keresztre feszített Jézus Krisztus képe. A feszület ábrázolása ott van minden pravoszláv, minden katolikus templomban. Ugyan ki, s milyen céllal találta ki ezt az okkult trükköt? Ugyan akarta-e maga Jézus Krisztus, hogy éppen ez az ábrázolás legyen a legfontosabb, ez uralkodjon minden más kép fölött? Természetesen nem. De mi, éppen mi, gondolataink erejével továbbra is a feszület képét vetítjük ki. Kérem, figyeljék meg, nem a feltámadásét, hanem a keresztre feszítését. És nem a feltámadást illetjük csókkal, hanem a feszületet. Éppen ezzel tartjuk őt továbbra is a kereszten. Ez a nagyon egyszerű okkult trükk a kép alkotására a kollektív emberi gondolat energiáját használja föl. És Jézus Krisztus továbbra is addig fog a kereszten függni, amíg ezt meg nem értjük, és gondolatainkkal le nem vesszük onnan, amíg többé nem dőlünk be az okkult cselfogásoknak. Még a kezdetekben, a vallások kialakulásakor a papok igyekeztek minden egyes vallásba belehelyezni okkult rítusaikat és doktrináikat. Bármelyik vallás, még a legmagasztosabb is, mely a jónak és az áldást hordozónak az alkotására buzdította az embereket, mihelyt belekerültek a papi nüánszok, a leghatásosabb fegyverré, mechanizmussá vált a papok kezében. E mechanizmus segítségével a papok kivétel nélkül jármukba hajtottak, egymásra úszítottak egész népeket, s eljutattak egészen a teljes önpusztításig. Így volt ez régen, s így van ez most is. Sok vallásban még ma is léteznek okkult rítusok és doktrinák, amelyek értelmét, az emberiségre gyakorolt hatásuk fokát csak a papok ismerik. Jézus Krisztus keresztre feszítésének tengernyi emberi gondolat általi kivetítése az okkult rítusoknak köszönhetően történik. De az emberek maguk is, akik a hasonló képek kivetítését megvalósítják, pontosabban mondva a lelkük, addig ki lesz feszítve, amíg maguk a feszítést projektálni fogják.
A kollektív gondolat a keresztre feszítésről annyira erős, hogy behatol még a mai emberek testébe is. Jézus Krisztus vérző sebei rendszeresen felfelbukkannak bizonyos hívők testén, és ezeket a stigmák titkának nevezik. Sok tudós úgy véli, hogy a stigmák, vérző sebek, pszichikai betegség következményei. Én ehhez még hozzátenném, hogy ez nem egy-egy konkrét személy betegsége, hanem a társadalom egy részéé, és eredendő oka a papok által meghonosított okkult rítus. Csak hogy ahelyett, hogy az emberek a jelenség lényegébe hatolnának, a vállalkozóbb szellemű emberek ráépítik üzleti fogásaikat. Így például Argentínában, San Nicolás városban él Gladys Motta, egy stigmás nő. Háza körül az emberek vígan kereskednek mindazzal, ami vele közvetlen vagy közvetett kapcsolatban áll. A szibériai öreg ezt mondta. Az, hogy az emberek egymást gyilkolják, és az, amit ti terrorizmusnak neveztek, a papi doktrína következménye, amelyet számtalan kisebb-nagyobb vallási felekezetbe oltottak be. Éppen ők találták ki azt a doktrinát, hogy az ember valós isteni élete nem a Földön, hanem valahol máshol, egy más dimenzióban van. Ők találták ki a paradicsomkert képét, mely az Isten által teremtett Földön kívül áll. E doktrinának hála rengeteg vallási fanatikus lenézi a földi életet, s készen áll a pszichikára gyakorolt egészen jelentéktelen hatásra is, megölni magát és magával együtt másokat is. Anasztázia sok mondat, különböző szavak segítségével igyekszik átadni ezt az információt. Nem mindenki érti, amit mond. Nem mindenki érti az én szavaimat sem. Neked is, Vladimir, és az olvasóidnak is, minnyájatoknak jó alaposan el kell gondolkodnotok a fölött, amit elmondott. Fel kell sorakoztatnotok példáitokat és érveiteket. A sok nyelv, ha egybeolvad, felszabadíthatja az embereket. Nézzétek meg figyelmesen a manapság zajló háborúkat és terrorista megnyilvánulásokat, és világosan fogjátok látni a szörnyűséges doktrina hatásait. Rengeteg gondolat merült fel bennem ezzel a könyvrészlettel kapcsolatban. Az első az az, hogy valójában szerencsésnek mondhatom magam azért, mert engem nem kereszteltek meg. Akkor abban az időszakban az én falumban névadóztatások voltak, és én egy nevet kaptam névadóként, és nem kaptam keresztet a homlokomra. Ettől függetlenül megérintett, mindig is megérintett az a látvány, ami elém tárult a templomokban, a feszület látványa, aminek a felülírására most egy alkalmas időpontot láttunk. A mai nap nagy péntek van, Anasztázia napja, ezért választottuk ezt a napot részben, hogy egy nagyon fontos üzenetet juttassunk el azoknak, akik nézik ezt a felvételt. És akkor átadnám Sándornak a szót, hogy mi is ez az üzenet. Nagy falat lesz, és nehezen emészthető. Hogy így hallgattam Anasztázia szavait, hát tulajdonképpen azt fogalmazódott meg bennem, és az egész könyv, illetve a 10 könyv kapcsán, amikor elolvastam, hogy tulajdonképpen ő egy nehéz, ezt most nem találom rá szót, de gyakorlatilag felemelő. Tehát az egész mű egy felemelő. Felemelő számunkra. Egy olyan érzés, amikor az ember vesz egy nagy levegőt, és megtelik a teste, lelke levegővel. És ha Jézus Krisztus tanítására figyelünk, akkor ugyanezt történik. Egy hihetetlen felszabadító erőt érez az ember.
Csak nagyon oda kell figyelnünk, hogy kinek a tanítására figyelünk. Tehát én már régen nem a római egyháznak a tanítására figyelek, hanem az őseinknek a tanítására. Az őseink tanításán, mivel én képzőművész vagyok, én a képeken keresztül figyeltem és figyelem a dolgokat, és ott egy teljesen egészen más világkép rajzolódik ki az üttörténetről, és nem csak hogy más világ, hanem tényleg egy felemelő érzés. És azt mondják a bölcsek, hogy egyetlen valóság létezik, az pedig van a boldogság. Ez gyakorlatilag a boldogság útját mutatta, tárta fel nekünk. Tehát nem arról szól az ő tanítása, hogy szenvednünk kell, szenvedned kell, félned kell, bűnbánatot tartani, és sorolhatnánk a dolgokat, hanem arról van szó, hogy ő egy utat mutatott, egy olyan mutat, ami a testnek, a szellemnek, a léleknek szól, és azt az utat nem csak mondta, nem csak tanított, nem csak gondolta és mondta, hanem cselekedte is. Tehát ő be is mutatta. És aki ugye erre az útra rá akart térni önként és szabadon, az üdvözült és üdvözülhetett. És most mielőtt a képről, tehát az általam készített dombornőről beszélnénk, egy pár gondolatot olvasnék különböző forrásból, amivel megalapoznám azt, hogy különböző helyen, különböző időben mégis egy irányba mutató dolgokat fogunk érzékelni. Úgyhogy az első könyv, igyekszek azért röviden, nem hosszan olvasni, mutatom a képernyő felé a Piszti Szófia evangéliuma, a lélek rejtélye, ezt a címet viseli. Ez gyakorlatilag Jézus Krisztus evangéliuma tanítása benne, és amit innen csak felolvasni szeretnék, így szól. A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyvben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkenté, Krisztussá vált, és ezzel betölti a föld éterikus mezejét. Szeretett áldozatát meghozva, helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszélgetésekkel tanítványaival. Oktatván őket csak az első parancsolat és az első rejtély helyeire, dolgaira. Tehát itt kihangsúlyozzuk azt, hogy az embernek el kell tűnődnie, hogy mi úgy tanuljuk, vagy úgy tanítják, hogy Jézus 3 évig tanította a tanítványokat, és 3 év után felment a keresztre, meghalt és feltámadt. Itt valami egészen más áll a gnosztikusok tanításában. Ugye ez egy görög szó, a gnózis, Isten tudást jelent, eredendő tudást, tehát tudás. És így szól, tehát még egyszer. Tehát úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, utána tanítja 11 évig a tanítványokat. Ezen el kell tűnődnünk, hogy miről is szól. Hát ezt most hallom másodjára tőled, mert amikor beszélgettünk erről először, akkor megdöbbentő volt számomra, hogy mi ezt nem így tanultuk. Igen, és nehéz ezt felülírni, mert ami belénk ivódik évszázadok alatt, az igazságnak fog hatni, főleg ha sokszor súlykolják ezt belénk. Na most az a helyzet, hogyha én mondjuk orvosnak tanulok, vajon én megmerek-e valakit műteni, hogy előtte nem tanultam meg a szakmát? Ugye ez a kérdés ilyenkor. Hogy én előtte ahhoz, hogy megtaníts, vagyis hogy valamit el tudjak jól végezni, ahhoz egy tanításra van szükség. És mivel Jézus Krisztus, ő ugye úgy szepültelenül fogant, született, ebben most nem megyünk bele, mert ezt is nagyon sokan és sokféleképpen értelmezik, nem ez a dolgunk most, akkor ő gyakorlatilag onnantól kezdve, mivel a felejtés folyóján jött ő is át testbe, ezért neki is meg kellett tanulni a dolgokat. A következő kis íromány,
amit most szintén csak igyekszek nagyon röviden, egy-két gondolatot, megmutatom a képernyőt elé. A Gyöngyhimnusz nevet viseli, Tamás apostol Gyöngyhimnusza, és benne foglaltak. Így szól. Ha megismeritek magatokat, akkor megismertettek, és fölismeritek, hogy az élő atyának a fiai vagytok. De ha nem ismeritek meg magatokat, akkor szegénységben lesztek, és ti magatok lesztek a szegénység. A következő. Tehát Jézus mondá. Sokan állnak az ajtónál, de csak az egyedüliek fognak bemenni a mennyegző helyére. Hú. Itt egy pici kitérést hadd tegyek, vagy egy pici hozzászólást. A mennyegző ki között tud alakulni? Egy férfi és egy nő között. El lehet tűnődni azon, hogyha én nyugat-európai ábrázolásokban, most a művészeti ábrázolásokra gondolok, és Leonardónak a példáját kell itt elővenni, mert egyedül ő volt az, aki az itáliai reneszánszban és a nyugat-európai reneszánszban, aki hitelesen ábrázolta, vagyis ő hitelesen tudta ábrázolni az utolsó vacsorát. Csak egy gond van ezzel, hogy az nem az utolsó vacsora, hanem az a mennyegzője. Méghozzá Jézus Krisztus mennyegzője. A mai témánk nem erről szól, bármikor egyébként bárkinek szívesen, röviden, hosszan is elmondom a kép leolvasata folyamán, hogy miért mennyegző és kinek a mennyegzője. Pontosan fogalmaz. Hát ez valami teljesen más, mint amit eddig. Igen. És ha megnézzük a felvidéki, tehát a mai Szlovákiában lévő, úgymond a Gömör járás megyében a úgynevezett gótikus utat, amit nem ismerünk, mert nekünk sem tanították a művészeti főiskolán, de én megnéztem. Sok évvel ezelőtt, körülbelül 15 éve történt ez is, de számomra egy döbbenet volt. Mm. És amikor ezeket szépen végigelemeztem, akkor hát nagyokat kellett nyelnem, és nem akartam hinni a szememnek, hogy igaz ez? Tehát kétféle erő dolgozott bennem, amit tanítottak, és amit láttam. Ez nem egy és ugyanaz. És ott is pontosan ezt fogalmazza meg, és nem egy templomban, ezek általában ma már nem működő templomok, és valamikor Mátyás király előtti időkre tehető, tehát a stílusából, ahogy néztem a freskókat, gyakorlatilag ugyanezt fogalmazza meg, nem utolsó vacsora, nekünk így van eladva, hanem az a mennyegzőről szól. De ilyenkor az ember hogy tudja eldönteni, hogy melyik az igaz, amikor lát kétfajta verziót? Úgy, hogy amiket most olvasok, a léleknek szól. A képek úgy szintén a léleknek szól. Tehát ha én rá tudom venni az elmémet, a tudatomat, az egómat, sorolhatnám. Ha rá tudom venni, hogy hallgasson el, csendesedjen el, akkor megszólal a szív hangja. És a szív hangja nem csap be. Így lehet tudni. Értem. Ennyire egyszerű. És akkor folytatnám. Jézus mondta, akkor, amikor képmásotokat látjátok, örültök, ha pedig ős képeiteket látjátok, amely kezdetetek előtt keletkezett, sem nem halnak meg, sem nem jelentetnek ki, hogyan fogjátok elviselni. Jézus mondta nekik, tehát a tanítványoknak. Ha a kettőt egyé teszitek, és ha a belsőt olyanná teszitek, mint a külső, és a külsőt, mint a belső, és a fölsőt, mint az alsó, és hogy a férfit és a nőit ez egyes egyetlenné fogjátok tenni, hogy a férfi ne legyen férfi, sem a nő nő, ha szemeket szem helyébe teszitek, és ha kezet kéz helyébe, és lábat láb helyébe, és képet kép helyébe, akkor fogtok bemenni a
királyságba. Elég sűrű. Hú, sűrű. És akkor befejezésként azért elég sok van itt leírva, csak ízelítő. És az utolsó gondolat, amit ide választottam, úgy szintén Jézus mondja a tanítványoknak. Aki az én számból fog inni, olyan lesz, mint én azzá válok, aki ő, és azok, amik el vannak rejtve, kijelentetnek neki. Na most itt egy gondolat, minimum egy gondolat egyből felmerül az emberben, hogy aki az én számból fog inni. Jézus Krisztusnak a valódi neve magyarul. Itt le van írva. Iszik, issza. Belső Tibetben, Indiában így hívták. Issza. És nem tudom, értjük-e. Az a terület Szkíta-hún birodalom volt. És magyarul beszéltek. És issza. Aki az én számból issza. Ugye ez egy görög. Krisztus, stb. Stb. Megnevezés. No, de mi nem görögök vagyunk, hanem magyarok. Érezzük a súlyát a dolognak? És rémel rá a Tisza. A Tisza? Igen, ha már így behoztad a képbe, tudni kell, hogy Magyarországnak, ha én ugye keleti formában felrajzolom ezt a kört, és benne egy kettősséget, igen, amire mondják, hogy Yin-Yang, hát attól függ, itt is nagyon sokan elbuktak már, mert mind a kétféle típusa ábrája van ennek. Az egyik, amikor formailag megjelenik ez, de színben különböző. Tehát van egy olyan, amikor egy pirossal van jelölve, az egy körön belül, a másik fele kékkel van jelölve. És van egy olyan jelölés, amikor a körön belüli kettősség, nevezhetjük vízcseppnek is, fekete és fehér. Igen. Mind a kettő másról szól. És ebben nem megyünk bele, mert akkor tényleg órákig lehetne beszélni. Tehát egy a lényeg, hogy mind a kettő valami egészen más üzenettel bír. De a Tiszával kapcsolatosan pont ezt akartam mondani, hogy Magyarországnak is az egyik fele az a férfi erő, tehát a Dunán túltól az a női birodalom, női energia. A Dunának az ősi neve Iszter, Eszter magyarul, Istár keleti nevén. Tehát az Esztergom szó is innen van. Tehát a női minőség a Duna, és akkor melyik a férfi minőség a Dunától? Innentől már mi a Tiszához vagyunk közel. Ez a Tisza a férfi erő, a tiszta férfi erő. Akkor ezért akarok az alába menni folyamatosan? Hát nem biztos, hogy neked az alába kellene menni. Én szerintem nem, de ez nyilván nem az én dolgom eldönteni. Tehát a férfi erő, mert hogy a férfi erőt kell tisztítani, hogy azért valamit mondjak. A férfi erő meg a nő dolga. A nő a tükör. A tiszta tükör. Tiszta tükörre kell válni. Tehát a Tisza a férfi erő, illetve a keleti, ez a fele a férfi minőség. Tehát a Magyarország. Na most, ha ezt színnel ábrázoljuk, soha nem fekete és fehérrel. Van, aki ezt így gondolja, ez egy óriási tévedés. Annyit azért hagyd mondok röviden. Akkor, hogyha én mondjuk a Tiszát ábrázolom színnel, akkor vajon melyik színnel fogom át? Tehát kettő jelölődött, a kék és a piros. Melyik színnel át? Inkább a kék. Nem, a Tisza a férfi erő. Ő a tűz minőség, ő a pirosnak megfelelő. A piros. És a női minőség a kék. A kék az a női minőség. És amikor ezt a jelet látom, tehát ősi ábrákon, hogy gyakorlatilag a kettőnek az egységéről van szó, az isteni egységről szól. Ha én azt a minőséget látom képben, hogy a körön belül, az isteni körön belül van egy fekete és egy fehér minőségként jelenik meg a csepp, akkor vajon miről szól? Már nem erről szól a történet. Noha ezt van, aki úgy gondolja, hogy ugyanerről, nem erről szól. Mert ha én azt gondolom, hogy ha én komolyan veszem, mint amit amelyet egyesek mondanak, hogy hát ott a fekete az a nő, óriási bukta van. Nem. Itt a kettős természetről szól a történet. A kettős természet meg nem a nő és a férfi kérdése, hanem a teremtés kérdése,
És ha ez valaki nekem nem hiszi el, hogy egy kettős teremtés van, akkor keressen rá mondjuk az interneten János apokrifonjára, és ott gyönyörűen Jézus elmondja révülésben, mármint János révülésében, hogy mi is ez a kettős természet, és ebbe akkor én most nem mennék bele. A kettős természetről egyébként nagyon szépen Máni beszél a tanításaiban. Máni, manikeizmus. Most a manikeizmust itt nagyon nem szeretik, nagyon sokan, sem jobbról, sem balról, sem föntről, se középről. De annyit azért hadd árulok el, ugye mi itt Abony külterületén vagyunk, Abonynak az északi, Abonyon kívül Nagyjáráson és az északi részen. Abonynak van egy déli része, tehát Abony külterületén, amit Mikel lakának hívtak valamikor. És Mikel lakán állt egy templom, egy négykaréjos templom, tehát egy fénymag alaprajzú, alapterületű, és az Arvis úrában szerepel, hogy Mikel laka, tehát hogy hogyan működtetik. Tehát áll egy folyó partján egy négykaréjos templom, és a négykaréjos templom urukról van elnevezve, és manikeista rítusnak hódol. Pont. A Kárpát-medence közepén, a középkor. Tehát, hogy van-e közünk, akkor nekünk a manikeizmushoz vagy sem, ez azt hiszem önmagáért szól. És akkor van egy másik kis írásocska, az aranymadár. Érdemes őt is elolvasni, vagyis ajánlom. És csak a bevezető. Ajánlás. Zseniális, ami, hogy meg annyira. Egy Mária Siggert, ha jól ejtem, ő írja ezt az ajánlást ehhez a meséhez. A magyar mese, az aranymadár, meglepett, nem csupán azért, mert annyira más, mint a Grimm testvérek aranymadara, hanem mindenek előtt költői képei miatt, melyek engem azonnal Máni jelbeszédére emlékeztettek. A daloló, ragyogó aranymadár nem a tudatunkból is réges-rég kiveszett, a nap makrokozmoszából származó legbensőbb léleklényünk összefoglalása-e? És nem kutatunk-e vágyva, vágyakozva az elveszett után? Ám ez az aranymadár olyan helyre tűnt el, ahol sem hangja, sem világa nincsen már. Egy anyagba ragadt és dermet értelmű emberiség elől egy magas hegy ormaira menekült. A kővé fagyott emberiség töri magát az aranymadárért, de megfogni nem tudja, mert aki magát két felé elkötelezi, az célhoz nem érhet. A remény azonban megvan még, mert a mindenség minden lehetősége elvből bennünk rejlik. Minden csupán tudatosulás és vágyakozó egyértelmű irányulásunk kérdése. Ha önismerettel, szinte sóvárogva és rendíthetetlen kitartással az aranymadárra irányulunk, és nem hagyjuk, hogy a megkövesedett világ elterelje-e a figyelmünket, akkor megtaláljuk és hazahozzuk a saját birodalmunkba. Akkor énekelni és ragyogni fog bennünk, mert mi bennünk minden megvan. Ez egyezik Anasztázia tanításaival, mert ő is ezt mondja. Igen, és többet akkor itt nem olvasok. És csak meg akartam ennek a, tehát a magyar ábrázoló művészet, tehát az ábrázoló művészetünk, legyen az festészet, szobrászat, hímzés, tehát lehetne itt sorolni, pontosan ezt fogalmazza meg. Nincs kétféle természet. A képek. A képek. Máninak egyébként az egyik tanítási módszer az volt, hogy ő megfestette lényegében ugyanazt, mint a magyar Anzsu legendárium. És az is nyugodtan lehetne azt a címet adni, hogy a képek. Mert képekben mondja el az üt történetet. Csak az Anzsu legendárium a személyre szabott üt történetet mondja el,
és behozhatjuk most a képes krónikánkat, ő meg a nemzetre vonatkoztató, vagy vonatkoztatható üttörténetet meséli el. Uh-huh. És amit majd most elemezni fogunk, ezt a felvidéki keresztút témába egyetlen jelenetet, mert ugye annyi időnk nincsen, hogy a többivel is foglalkozzunk, akkor a 20. században volt, és van egy festő, aki ugyanezt megfogalmazta, de nem így direktbe, hanem lovas jelenet formájában, és azt a címet adta neki, hogy tengerparti sétálólovaglás. Ez az utolsó teljes értékű műve Csontvárinak, és ebben lényegében ugyanezt fogalmazza meg. Tehát ő pontosan látta ezt az üttörténetet, amit az őseik, vagyis az ősi táltosaink úgymond felfestettek, például ott Felvidéken. Na most itt is felfestették a belső Magyarország területén is, csak itt hihetetlen nagy pusztítás folyt, és folyik jelenleg is, hogy ezek ne kerüljenek a felszínre. Tehát nem azért nem tudunk róla itt, mert itt nem volt, hanem ezt gondos kezek letakarították. És az a lényege a dolognak, hogy a különbség annyi, hogy ez a dombormű, tehát ami a templomba festődött, úgy szintén a személyes üttörténetünkről szól. Ezzel szemben a csontvári tengerparti sétálólovaglása viszont a nemzetre vonatkozó üttörténetet. És egy attillai küldetésen keresztül mutatja be. De lényegében ugyanaz. Gyönyörű analógia van a kettő között. Zseniális. Igen. Most mögöttünk van egy szintén egy domborműved. Erről egy pár szót azért mondanál, amit mögöttünk van.